A pályázat célja a kisebbségi akadémiai körök munkájának és a nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó kutatásoknak a támogatása. Az előirányozott 4 millió dinára 18-an pályáztak, közülük 10 sikeresen. Az illetékes titkárság a nemzeti tanácsok ajánlása alapján döntött. A 2016-os év közepén, ahogy megalakult a kormány, így én is ide kerültem a felsőoktatás és tudományos titkárságra, és a titkár úrral átbeszéltük, hogy milyen újításokat, milyen új projektumokat vezethetünk be, és többek között a nemzeti kisebbség, nemzeti közösségek számára is kutatási projektokat láttunk elő. Hál' Istennek ezt a kormány támogatta, és ennek az eredménye lett ez a 10 nyertes pályázó, akivel hamarosan szerződést fogunk aláírni. Ez még csak a kezdet, ennek lesz folytatása, és ezt tovább kell, bízom benne, hogy azok az eredmények, amik itt születnek, azok további kutatásokat fognak generálni. A pályázatok a társadalomtudományok, a technikai technológiai tudományok, illetve a műszaki tudományok szakterületére vonatkoznak. Kutatásaink arról szólnak, hogy felmérjük valójában a vajdasági iskoláskorú, középiskoláskorú magyar hajkú gyerekeknek az élelmezési szokásait, és valójában mennyire a szülők is, a gyerekek szülei is mennyire tartják be ezeket az élelmezési szabályokat, mennyire követik az új kutatási eredményeket. Mi a PPM programunk hatásvizsgálatát kértünk támogatást, ez egy új program a Magyar Tannyelvi Tanítóképzőkaron, amely azoknak az embereknek szól, akiknek nem volt pedagógia, pszichológiai, módszertani jellegű tantárgya, és mégis oktatásban dolgoznak, mint például közgazdászok, mérnökök, orvosok, stb. És ez igazából egy törvényes feltétel, hogy az oktatásban dolgozhassanak, és mi ezt indítjuk októbertől magyar nyelven, és gyakorlatilag a kutatás erre vonatkozik, hogy ennek az egész képzésnek a hatás vizsgálata, hogy milyen hatásai vannak akár az oktatásra, akár a tanárok megítélésére, stb. Az egyéni kutatásokat megközelítőleg 400 000 dinárral támogatja a titkárság.